A mai videóban hoztam neked egy 21 napos kihívást, ami segíteni fog kiteljesedni és megváltoztatni az életed. Ha szeretnél többet tudni, akkor tarts velem! Ha új lennél a csatornán, engem Vivinek hívnak, és azért vagyok itt, hogy segítsek neked emlékezni arra az erőre, ami benned lakozik. Az erőre, ami képes megváltoztatni mindent. Az elmúlt pár napban rengeteget gondolkodtam azon, hogy hogyan is lehetne kihozni a legtöbbet ebből a karanténból, hogy hogyan is lehetne még többet fejlődni ez idő alatt. Eddig is befele figyeltem a külső káosz helyett, azonban amióta elkezdtem ezeket a gyakorlatokat, amiket most veled is meg fogok osztani, rengeteg változás történt, ezért úgy döntöttem, hogy egy 21 napos kihívás alatt mind együtt képesek leszünk meggyógyítani saját magunkat. Tehát a kihívás célja a gyógyulás és az elengedés lesz. Rengetegszer megkapom azt a kérdést, hogy hogyan is lehetne elengedni a múltat, hogy hogyan is vagyunk képesek begyógyítani a régi sebeket, elengedni azokat a programokat, amik még most is hatást gyakorolnak az életünkre. Az elmúlt pár napban pedig elég egyértelmű válaszokat kaptam ezekre a kérdésekre, így úgy döntöttem, ezt megosztom veletek is, és a következő 21 nap folyamán együtt fogjuk végezni ezeket a gyakorlatokat, és a tapasztalatainkat meg tudjuk osztani egymással a Tudatos Teremtés privát Facebook csoportjában is, amit a videó alatti leírásban megtalálsz, és tudsz csatlakozni, itt további segítséget fogsz kapni, és tudjuk motiválni egymást. De miért is olyan fontos meggyógyítani saját magad és elengedni a múltat? Rengetegszer lehet hallani azt, hogy a gondolataink teremtenek, hogy mi teremtjük meg a saját valóságunkat. Azonban ez így nem teljesen igaz, vagy nem érzem elég mélynek a dolgot, hiszen nem csupán a gondolataid teremtenek. Az egész lényed teremt, az energiád. Minden, ami a külső világban van, minden, ami körülvesz, az belőled indul ki, a te tükröd. Minden személy, minden körülmény annak az eredménye, ami benned van, amiben te hiszel, amit te elhittél, akár a múltban, amilyen döntéseket meghoztál, hogy én ebben fogok hinni, ez lehetett akár 4 éves korodban is, és a mai napig hatást gyakorolhat az életedre. Ezért nagyon fontos elengedni ezeket a programokat, ezért nagyon fontos meggyógyítani saját magunkat, begyógyítani azokat a sebeket, amiket a múltban szereztünk, és tényleg megbocsátani saját magunknak azért, amilyen döntéseket hoztunk, amilyen életet teremtettünk saját magunknak. Így ez a következő 21 nap pontosan erről fog szólni. Én már belevágtam ezekbe a gyakorlatokba egy pár nappal ezelőtt, és hihetetlen változásokat hozott már pár nap alatt is, ezért is vagyok olyan lelkes, hogy végre megoszthatom veletek is, és együtt végig tudjuk csinálni a következő 21 napot. Én mindenképpen azt mondom neked, hogy semmiképpen ne maradj ki ebből, hiszen képes mindent megváltoztatni, és ezt nagyon gyorsan látni is fogod. A kihívásnak csupán 5 pontja lesz, és nagyon egyszerűek ezek a dolgok, úgyhogy bárki be tudja építeni a mindennapjaiba. És az egész 21 napos kihívás alapja a Ho'oponopono gyakorlat, amiről korábban már hallhattál a csatornán, és biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogsz még róla hallani a csatornán, hiszen egyre több változást érzek, amit hoz, és amit előhoz belőlem, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a gyakorlatot mindenki beépítse az életébe. Tehát itt van ez a kihívás, amivel ezt el lehet kezdeni. Csupán 5 pontról lesz szó, 5 dolog, amit beépítesz a mindennapjaidba, és hihetetlen eredményeket fogsz kapni ezáltal. Az első nem lesz más, mint a Ho'oponopono módszer saját magaddal. Ezt lehet úgy végezni, hogy leülsz a tükör elé, és saját magadnak mondod el ezeket az erőteljes szavakat, ami nem más, mint sajnálom, kérlek bocsáss meg, köszönöm, és szeretlek. Megbocsátasz saját magadnak mindent, ami a múltban történt. Megbocsátod magadnak, hogyha esetleg alábecsülted magad, hogyha esetleg olyan döntést hoztál, amivel most már nem vagy elégedett.
minden sebet, mindent képes vagy megbocsátani saját magadnak ezzel a gyakorlattal, ami nagyon fontos, hiszen minden, ami körülvesz téged, az érzéseid, minden, annak az eredménye, hogy te mennyire vagy rendben saját magaddal, és hogy mennyire van rend és csend az elmédben. Hogyha nem vagy rendben azzal, aki vagy, hogyha nem vagy képes elfogadni magad úgy, ahogy vagy, ha haragszol bizonyos dolgokért, hogyha elvárásaid vannak saját magaddal szemben, akkor hogyan is lehetne csendes az elméd? Ez a gyakorlat viszont, hogy leülsz a tükör elé, a saját szemedbe nézel, és kimondod magadnak újra és újra ezeket a szavakat, ezek végre képesek téged meggyógyítani, hiszen végre tényleg kedvesen beszélsz saját magaddal, elnézést kérsz azért, amiért haragudtál magadra, amiért nehezteltél magadra, amiért túl keményen bántál saját magaddal, majd megbocsátasz ezért, és elmondod, hogy szereted magad. Tehát én ajánlom, hogy végezz ezt a gyakorlatot a tükör előtt, akár ruha nélkül, mivel így vagy az igazi önmagad, és el tudod fogadni ez a gyakorlat által a tested is úgy, ahogy van, végre képes vagy megszeretni, az egész tested, ezt a fizikai testet, amit kaptál. Azonban én észrevettem azt, hogy egyre gyorsabban kezd el megváltozni az arcom a tükörben, amikor végzem ezt a gyakorlatot, és ez néha ennél a gyakorlatnál zavaró tud lenni, úgyhogy ha nem a tükör előtt ülök, akkor fotókat használok. Ez lehet olyan fotó, ami teljesen új, és most készült éppen rólad, és így a saját szemedbe nézve mondod el ezeket a szavakat, de akár elővehetsz olyan képeket is, ami a múltban készült rólad, és főleg olyan eseményeknél, ami tudod, hogy meghatározó volt az életedben. Én például találtam olyan fotókat, ami az az időszak után készült, amikor hazajöttem Kanadából, vagy éppen amikor tényleg nagy változások történtek az életemben, és ezekkel a képekkel dolgoztam, hiszen ezek a képek felidézik azokat az emlékeket, ami ahhoz az időszakhoz kötődik, és így ezeket a sebeket vagy képes begyógyítani. Tehát azt mondom neked, hogy 21 napon keresztül egy fél órát minden nap szállj arra, hogy vagy a tükör előtt, vagy fotókkal, de a saját szemedbe nézve, mondd el ezeket a szavakat. A videó, amit tudsz alkalmazni ehhez a gyakorlathoz, a videó alatti leírásban megtalálható, mint minden más információ, ami elhangzik ebben a videóban, tehát ott megtalálod, és mindenképpen alkalmazd ezt a gyakorlatot saját magaddal, hiszen ez a legfontosabb része ennek az egész 21 napnak. A következő pont pedig nem más, mint hogy ugyanezt a gyakorlatot alkalmazd egy másik személlyel. Én azt ajánlom neked, hogy talán kezd a szüleiddel, hiszen rengeteg programot a szüleinktől kapunk, rengeteg sebet szerezhettünk a múltban a szüleink által, vagy hibáztathatjuk saját magunkat bizonyos döntésekért, amiket ők hoztak meg, mondjuk nálam ez fordult elő, rengeteg mindenért saját magamat hibáztattam, amilyen döntéseket mondjuk édesanyám hozott meg, mert úgy éreztem, hogy értem tette ezeket a dolgokat, és saját magamra haragudtam. És amikor előveszel egy ilyen fotót, és elkezded alkalmazni ezt a gyakorlatot, akkor megint csak a kapcsolatot és saját magadat is gyógyítod a gyakorlat által. Végig csinálhatod a 21 napot egy személlyel, akkor, hogyha úgy érzed, hogy szükség van 21 napra. De lehet, hogy 3-4 nap után azt érzed, hogy ezt a kapcsolatot már egész szépen meggyógyítottad, és ezért utána alkalmazod édesapáddal, vagy a gyerekeiddel, exekkel, olyan személyekkel, akik tényleg meghatározó szerepet játszottak az életedbe. Bármilyen személlyel végzed is ezt a gyakorlatot, rendkívül hatásos lesz, hiszen mindenki a te részed. És így képes vagy meggyógyítani saját magad és a kapcsolatot is, és segít letenni azt a terhet, amit cipeltél, akár éveken keresztül magaddal, és utána tiszta lappal tudsz indulni. Tehát ez volt a második pont. A harmadik pont nagyon egyszerű. A tegnapi nap folyamán feltöltöttem egy 8 órás videót, ami alatt ezeket a gyógyító szavakat hallod, és annyi lesz a dolgod, hogy minden egyes este bekapcsolod ezt a videót, és ezzel aludj. És ez éjszaka segíteni fog még tovább gyógyulni,
Én jelen pillanatban napközben is hallgatom ezt a videót, és rengeteg dolog bukkan felszínre, amit sikerül így elengedni. Ameddig valamivel nem vagy tisztában, hogy ott bujkál benned, hogy haragszol magadra miatta, addig nem fogod tudni meggyógyítani és elengedni. Viszont az, hogyha éjszaka hallgatod ezt a videót, segíteni fogja a gyógyulásodat, hogyha pedig napközben is tudod ezt hallgatni alapzajnak, nem kell hangosan mennie, akkor ez tovább fogja mélyíteni ezt a gyógyulási folyamatot, de éjszaka, 21 napon keresztül minden egyes nap hallgasd. És rengeteg változást fogsz tapasztalni emiatt is, és segíteni fog meggyógyulni végre, és letenni a terhet, amit eddig cipeltél magaddal. Ezután, a 3 pont után, nagyon fontos a 4. pont, ami nem más, mint hogy minden egyes nap 21 napon keresztül írj magadnak egy levelet. Legyél magadhoz kedves, szeresd magad, és akár írd le azt, hogy milyen dolgok bukkannak elő a múltaddal kapcsolatban, mikre jössz rá az előző gyakorlatok által, és ezt írd le. De légy magadhoz kedves, szeresd magad. Beszélj magaddal szépen ezekben a levelekben, nagyon-nagyon fontos. Ilyen levelekre találsz példát a videó alatti leírásban, amiket korábban én írtam és megosztottam veletek is. Így lesz elképzelésed, hogy hogyan is nézzen ki egy ilyen levél. Azonban csak leírhatod a tapasztalataidat is, amit a Ho'oponopono gyakorlat által tapasztalsz. Segíteni fog elmélyíteni azokat a felismeréseket, amiket ez alatt a 21 nap alatt tapasztalsz, ami hidd el, egy elég intenzív 21 nap lesz, de megéri, és hihetetlen változásokat fog hozni. Az 5. pont pedig nem más, mint hogy megtanuljuk érezni az energiákat, és megtanuljunk dolgozni velük. És ezt nem más, és ezt nem másképp, mint a tested által. Tehát az 5. pont a mozgás. És mint tudjátok, hozzám a jóga áll a legközelebb, így mindenképpen azt ajánlom, hogy 21 napon keresztül minden egyes nap legalább 15 percet jógázz. A jóga sokkal többről szól, mint a nyújtás. Konkrétan megtanít élni, hogy hogyan éld az életed, ezt képes megtanítani neked. De hogyha nagyon-nagyon makacs vagy, és nem szeretnél 15 percet a jógára szánni, akkor próbáld ki a tai chit. A lényeg az, hogy vagy a jógát, vagy a tai chit építsd be az életedbe, legalább napi 15 percet szánj erre. És csak nézd meg, hogy hogyan képes megváltoztatni az életed, hogy milyen hatást gyakorol nem csak a testedre, hanem az elmédre. Ennyi is lenne ez az 5 pont, tehát még egyszer, Ho'oponopono gyakorlat saját magaddal, tükör előtt vagy fotókkal, Ho'oponopono gyakorlat egy másik személlyel, a Ho'oponopono hosszú videó hallgatása éjszaka, akár napközben is, amit tegnap feltöltöttem. A 4. pont, hogy írj magadnak levelet minden egyes nap, akár a tapasztalataidról, vagy csak szimplán motiváld magad és beszélj magaddal szépen úgy, ahogy megértemled. Az 5. pont pedig napi minimum 15 perc jóga, vagy tényleg a nagyon makacsa kedvéért 15 perc tai chi. Nézd meg, hogy ez a 21 nap hogyan képes megváltoztatni az életedet. És mindenképpen csatlakozz a Facebook csoporthoz, hiszen ott meg tudjuk osztani egymással az eredményeket és a tapasztalatainkat, és tudunk egymásnak segíteni, hogyha valaki elakad, akkor tudunk egymásnak segíteni benne, tudjuk egymást motiválni, így mindenképpen csatlakozz ehhez a csoporthoz. Mint mondtam már, a videó alatti leírásban megtalálod a linket, hogy hol is tudsz csatlakozni, és a többi információt is, ami ehhez a videóhoz segítségedre lesz. Ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan írd meg, és válaszolni fogok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, legyen csodaszép napod, és sikeres teremtést!